Az érdekes dolog az igazságban az, hogy mikor az ember rájön, és megtudja, hogy mi is az igazság valójában, onnantól kezdve nincsen visszaút a régi életbe. Persze a legtöbben azt gondolják, hogy értik, hogy mi az igazság. Azonban én nem arra gondolok. Én arra az igazságra gondolok, ami az Atyától jön, a Teremtőtől, az egyetlen igazságra. Nem a világ igazságára, vagy arra az igazságra, amire az egyén azt hiszi, hogy az igazság, hanem az abszolút igazságra. Arra, hogy az egyetlen dolog, amiben bízhatunk ezen a világon, az a Teremtő Atya, a Jahua szava. Ez az, amihez mérnünk kellene mindent, ami körülöttünk zajlik. Mindaz, ami ezzel összhangban van, ami ezt támogatja, az igazság. Minden más az ellenségtől van. Ha esetleg valaki arra gondol, hogy ez nem neki való, én azt javaslom, hogy még azért várjon egy kicsit. Ugyanis azok az emberek, akik uralják és irányítják ezt a világot, sokkal jobban ismerik ezt a könyvet és az írásokat, mint a legtöbben, akik azt mondják, hogy ők követik a Teremtő Atyát. Ebben a videóban meg fogjátok látni azt, hogy az ellenség sokkal kitartóbb, intelligensebb, furfangosabb és türelmesebb, mint a legtöbbünk. Pontosan ez az, amiért olyan sok embert olyan hosszú időn át tudott verni. Egy dologban azonban hasonlít a legtöbb emberhez. Az pedig a büszkesége. Ez az, ami a vesztét okozta, és ez az, ami a legtöbb ember vesztét fogja okozni. Az a vágy, hogy mindent tudjon, és hogy ő legyen az, aki a saját életének a középpontjában van. Elismerésre vágyik, és arra, hogy mások is meglássák benne azokat, a tulajdonságot, amelyeket ő fontosnak tart magában. És emiatt lesz a teremtés koronájából tulajdonképpen szemét a végére. A fény, különösen az éjszakai égbolt és a csillagok mindig is lenyűgözte az embereket, és általában bűveletben tartotta őket. Ezt a sötétséget megtörő fényességet az ember általában a tudással hozta összefüggésbe. Nem véletlen az, hogy az emberiség élete a kezdetektől fogva, mind a mai napig szoros összefüggésben van a különböző égi testek és azok együtteseinek imádatával. Minden ismertebb vallás és egyház tulajdonképpen nem más, mint ezen égi testek kultuszának továbbélése napjainkban. Az emberek, akik részt vesznek ebben, természetesen nem tudják ezt. Ez azonban nem változtat a lényegen, sem a tényen, hogy minden szervezet, vallás és egyház valamilyen formában azokat a bukott angyalokat szolgálja, akik az emberiség életét megváltoztatták a kezdetektől fogva. Ezek azok, akik tovább élnek napjainkban, szuperhősökként, a pogány ünnepeinkben, vagy akár a hónapjaink nevében. Ezek közül a legérdekesebb karakter azonban mégis maga az ellenség, hiszen elhitette az egész világgal, úrrá lévén saját büszkeségén, hogy ő nem létezik, csak egy mese. Ezáltal az emberiség nagy részét sikerült elterelni a keskeny útról, mely a szűk kapuhoz vezetett volna, hogy mindenki együtt masírozzon a széles úton, mely a tágas kapuhoz fog vezetni. Ő az, aki a háttérből a szálakat mozgatja, és bár nagy vonalakban legyőzte azt a büszkeséget, ami alapvetően a vesztét okozta, azonban kénytelen engedni ennek, és ezért oda teszi az új lenyomatát mindenhova, ahová csak tudja. Ezért van az, hogy a jelek ott vannak mindenhol. A filmekben, a zenékben, a plakátokon, a könyvekben, az irodalomban,
És mindenhol az élet minden területén. Ugyanis ha már nyíltan nem állhat ki a világ elé, legalábbis a történelem során még ez nem fordult elő. De el kell, hogy mondja, és tudatnia kell, hogy ő az, aki a háttérben áll. Ezért fontos az, hogy megértsük, hogy aki nem a keskeny úton jár, az mind az ellenség útján jár. Ezért van az, hogy annyi vallás van, annyi jel, annyi szimbólum, annyi hiedelem, annyi rituálé, és mégis mind egy szálhoz vezet vissza. Ez pedig nem más, mint maga a fényhozó. Az, aki nem elégedett meg azzal, hogy szolgáljon, hanem ő akart lenni az imádat tárgya. Nagyban hasonlít ez ebben a fiaira, akik ma a Földön élnek, és benépesítik azt. Ézsaiás úgy írta le, miként estél alá az égről fényes csillag, hajnalfia, levágottál a földre, aki népeken tapostál. Remélem, hogy kezd érteni mindenki, hogy miért olyan fontos, hogy megértse azt, hogy a föld alakja, az űrkutatás és az egész erre épülő világnézet egy hazugság. A fény nem véletlenül a tudást jelképezi a kultúránkban. Azok a dolgok, amiket az égen látunk, azok egy másik dimenzióban élő lények, melyeket angyaloknak hívunk. Természetes az, hogy évezredeken át tartó kondicionálás után nehéz az embernek ezt elfogadnia, hogy az angyalok azok nem szárnyas nők, hanem másik dimenzióban élő lények, melyek képesek kapcsolatba lépni az emberekkel, hiszen ez a funkciójuk. Az, hogy az emberiséget irányítsák egy útvonalon, azon az útvonalon, melyet a Teremtő kijelölt számukra az ő szavával. A probléma az, hogy a szabad akarattal, mely megadatott nekik is, ugyanúgy, ahogy nekünk, óhatatlanul bekövetkezett az, hogy egyesek nem voltak hajlandók ezen az úton járni. Közülük sem, és közülünk sem. Ezek között a csoportok között létrejött egy szövetség a kezdetektől fogva. Tudásunk, fejlettségünk nagy része ennek a kapcsolatnak a gyümölcse. Történeteink, a mítoszaink, az egész történelmünk ennek az eredménye. Ez a kapcsolat határozta meg az emberiség történelmét, és ebből kifolyólag az egész emberiség sorsát. Azok, akik a hatalmat akarták, azok megkapták azt, akik pedig a testet szerették volna kielégíteni, megkapták azt. Az üzenetközvetítők pedig megkapták azt, amit mindig is akartak. Az emberek imádatát. Ez a szövetség az, és ez az imádat, ez a kultusz az, mely minden egyes történetben, filmben, zeneszámban, ismertebb regényben él, a játékokban, napjainkban. Ez az a történet, melyet újra és újra és újra elmesélnek nekünk. Akik uralják és irányítják ezt a világot, ezeken a történeteken keresztül. Tisztelegnek azok előtt, akiktől a hatalmukat kapták. A lázadók vezetője tudja, hogy a Teremtő soha nem fog neki megbocsátani. Tudja, hogy számára nincs visszaút, és azt is tudja, hogy ezt a harcot nem nyerheti meg. A célja nem is ez. A cél az, hogy a Teremtő legfontosabb teremtményéből, az emberből, amennyit csak lehet magával vigyen, oda, ahova ő megy. A lázadók, a test követői, az engedetlenek, a kevélyek, mind őt fogják követni oda, ahova ő megy. Azok, akik akárcsak ő, elcserélték a pillanatot az örökké valóságra. Az emberek azt gondolják, hogy mindaz, ami körülvesz minket, az a technológia, és mindaz, amit elértünk, azért van, mert ennyire okosak vagyunk, és ennyire csodálatos az ember. Pontosan ez az a tulajdonság, amit Satán, az ellenség kihasznál. Ez az a büszkeség, ami egy gyengéje volt neki is ugyanúgy, ahogy az emberiség túlnyomó többségének. Elhozta a fényt, és elhitette az emberiséggel azt, hogy az ember az, aki a saját sorsát irányítja,
És ha elegendő tudása tesz szert, akkor megértheti a körülötte levő valóságot, és ő maga is olyanná válhat, mint azok, akik az üzenetet elhozták neki. És bár a jeleit mindenhol ott kell, hogy hagyja, hiszen ha már nem állhat ott az emberiség előtt nyíltan, legalább titokban hagy kapjon valamennyit a reflektorfényből. Eszébe jutott már valaha valakinek az, hogy miért hívjuk csillagoknak a híres embereket, azokat, akiket az egész világ tisztel és imád, és akikre felnéz, akiket báványoz, akikhez hasonló szeretne lenni. Lehet, hogy azért, mert ezek jelképezik legjobban azokat, akiktől a világ urai az információt, a tudást és a hatalmat kapták, cserébe azért, hogy az egész világot vezessék ebben az imádatban, melyet a bukottak mindig is akartak. Ha már a csillagok imádatánál tartunk, akkor hagyd mutassam be azt, hogy hogyan is függ össze minden mindennel ebben az álomvilágban, melyben a legtöbben élnek. És azok számára, akik elhagyták már ezt az álomvilágot, ez egy nagyszerű példa lesz arra, hogy az úgynevezett elit, aki uralja és irányítja a világot, a bukott angyalok segítségével, hogyan szolgálja őket és hogyan imádja őket, hogyan kényszeríti az egész világot arra, hogy tudatlanul, de mégis az energiáját átadja ezeknek a lényeknek. Egy nagyszerű rekordot állítottak fel Kínában, ahol 1000 darab kivilágított drón segítségével egy előadást tartottak az éjszakai égbolton. Mindössze néhány héttel azután, hogy a Super Bowl félidei showjának előadója Lady Gaga műsorát 500 kivilágított drón kísérte. Később augusztusban pedig újra sikerült az egész Amerikai Egyesült Államok tekintetét az égre csalni a napfogyatkozással. Elgondolkodott már más is azon, hogy vajon miért akarják, hogy a tekintetünk az eget kémleje? És vajon mi is az, amire készülnek? Mielőtt azonban tovább haladnánk, nézzük meg ezt a rövid videót a drónokról Kínában.等等等。 Remélem, hogy többen kitaláltátok azt, hogy ez az 1000 drón
Természetesen sokkal többet jelent annál, mint egy érdekes produkció. Ezek a fények az éjszakai égbolton mind-mind a csillagokat jelképezik, és azokat a bukott angyalokat, melyek a világvezetőit a történelem hajnala óta segítik és hatalmon tartják, melyek segítségével a világvezetői és az ellenség az egész emberiséget megtéveszti, és szinte kivétel nélkül mindenkit a széles útra terel, mely a tágas kapuhoz vezet. Képen egyébként a jobb oldalt az Illuminati kártyajátékból láthatok egy lapot, mely a 90-es évek elején, az 80-as évek végén jelent meg, és azóta folyamatosan jelenik meg, és ez a lap ugye a Thousand Points of Light, az 1000 fénylő pont kártyalap. Mellette pedig a jól ismert szabad kőműves oszlop, illetve maga az ív, hogy honnan pontosan ezt nem tudom, de ha visszaemlékeztek, 2016 áprilisában egy hasonló építményt felépítettek Londonban a Trafalgar Square-en, ami a palmírai diadalívnek egy 3D nyomtatóval készített másolata volt, ez pontosan április 19-én épült fel London híres terén, mely aztán tavaly szeptemberben New Yorkban is felépült, ugyanilyen módon, ez ugye a szíriai diadalív, melyet az ISIS állítólag lerombolt, és egy 3D nyomtatóval elkészült ez New Yorkban, a City Hall Parkban található. Mellesleg ez a diadalív, vagyis ez a bejárat tulajdonképpen Baalnak volt a templomának a bejárata, és a UNESCO, az Egyesült Nemzetek világörökséggel foglalkozó szervezete volt az, aki együtt dolgozva New Yorki művészekkel elkészítette ezt a diadalívet és felállította, ez ugye a Trafalgar Square-en van Londonban, de a New Yorkit is ők szponzorálták. Aki csak alapszinten is ismeri az írásokat, az tudja, hogy Baal vagy Bel volt az az istenség, aki szemben állt mindig is Izraellel, és a legtöbb esetben eltérítette őket a keskeny útról. Nem más Baal, mint maga az ellenség. Számtalan neve van, mint Shiva, Baal, Buddha, vagy a keresztény Jézus Krisztus, teljesen mindegy. Mindenki, aki törvénytelenséget hirdet, az maga Baal, és visszavezethető egy azon forrásra, az pedig nem más, mint Satán, azaz az ellenség. Ezekben a templomokban emberáldozatokat mutattak be Baal tiszteletére, többnyire csecsemőket, ilyen 0-3 hónapos korig a termékenység és a bővölködés elérésének reményében. Érdekes választás, hogy pont ezt támogatja az UNESCO, és ez az, amit felépítenek akár Londonban, akár New Yorkban. Tervek szerint 1000 más városban is felállították volna ezeket az íveket, így jelképezve azt az 1000 fénylőpontot, vagy a Thousand Points of Lights, amelyről a következő részben részletesen beszélni fogunk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!